erősre sikeredett a Fidesz kampánya. Nem lacafacáztak, nem finomkodtak, azzal fenyegették az országot, hogy ha nem szavazunk rájuk, akkor egy atomháborúban mindannyian meghalunk. Orbán vagy halál. Ezt a tétet szapták, és kiderült, hogy a magyarok 56%-a inkább az atomholokausztot választaná, mint a nemzetvezetőt. Egy elméleti apokalipszis, szemben a magyar kórházak jelentette nem annyira elméleti kínhalállal. Hát sokunknak nem volt olyan nehéz a döntés. A kampány végén a nemzetvezető azzal vezette le a sok stresszt, hogy megint kinyírt egy politikus nőt. A hát szegény Szandit kivágta a főpolgármester jelöltségből, pedig izgalmas karakter volt. Miss Megafon a szavazólapon. Hát a főpolgármesteri terveiről nem árult el sokat, de minden megszólalásában személyeskedett, hogy karácsony férfiatlan, alkalmatlan, nem tud autót vezetni, nem beszél nyelveket és gyorscsánybáb. Hát leginkább a való világban szerepelnek hasonló érzelmi intelligenciájú, finom intellektusok, akik két vodka szóda között elhordják mindenféle kutyának meg puhánynak a villa szemüveges pohos omegáját, miközben VV biceps és VV sittes röhögnek. B.V. Sandi a Rogán által ráosztott szerepet azzal az alázattal játszotta, hogy szájértolt a heteronormatív keresztény polgárt, vagy ahogy a főni alakítja a nép egyszerű dolgos fiát, úgy, hogy lassan minden rokon a milliárdos, és minden barátja, meg beosztottja. De hiába az agresszív tiktokozás, hiába kezdték a budapestiek elfogadni, mint az autósok zsandárkját, Két nappal a választás előtt kivonták a forgalomból, hogy helyette egy olyan arcot támogassanak, akinek keményebb forgalomkorlátozási elképzelései vannak, mint karácsonynak. És, ahogy szokták, jógusztustalanul csinálták. Utolsó pillanatban szemenköpve minden a állításukat. Hát nekem olyan érzésem volt, mint patkánynak a labirintusban, aminek az orra előtt húzzák a vitézi ízű sajtot, hogy a végén aztán egy fideszes halálverembe essen. És Szandi visszaléptetésével megint bebizonyosodott, hogy a nőknél csak egy valamit néznek le jobban, a magyar választópolgárokat. És persze Magyar Pétert, aki ennek ellenére három hónap alatt felforgatta a belpolitikát, felszántotta az országot és összehozott egy 30%-os választási eredményt. Neki is voltak gyengébb példanatai, például amikor az eutanáziáért küzdő Karsai Dánielnek válaszolt, aki karácsony támogatására akarta rávenni. Aki jelenlegi polgármester támogatja, az pedig Gyurcsány Ferencet támogatja, úgyhogy ezt üzenem, innen és jó bulást és kitartást kívánok. Nem az a gond, hogy nem támogatta karácsonyt, de egy Haldokló embernek jobbulást kívánni. Hát, ez egy betyáros dolog. Aztán a választás másnapján még egy nagyon kellemetlen közjáték zajlott le az ATV stúdiójában. A legnagyobb ellenzéki erő vezetőjét a történelmi siker után Róna Jegon tenyérbe mászó módon megvádolta, hogy hantázik az ATV-ről. Hoztam önnek valamit, oh. tekintse ajándéknak, készültem több alkalommal és kritikával illetett, minket hadd adjam Köszönöm szépen arról beszélt, hogy nem hívjuk, vagy nem adunk szót önnek, úgyhogy ott van, kigyűjtöttük, hogy a kampány alatt hányszor szerepelt nálunk, és hányszor szerepelt a híradóban, hányszor hívtuk, hányszor hívtuk vitázni, hova nem jött el, és hát ezek nagyon szép számok, én azt gondolom, hetedszer van itt élőadásban, 51 nap volt a kampány kezdete óta, 51 híradó. Mi a kérdés, szerkesztő? Nincs kérdés. Azt szeretném megmutatni, azt hittem, hát, hogy hanem, azt hittem hát, ha nem, hát, értesült róla, hogy ennyiszer hívtuk, vagy ennyiszer szeretnénk. Szerkesztő én ezt most nem fogom kinyitni, el fogom olvasni, amikor végez. Köszönöm szépen. Márc, a akkor, célom. akkor elmondom a valóságot. Március 28 és május 3 között egyetlen egyszer sem hívtak ide. Ez nem igaz. Ott van benne. Utána többször is hívtak. Ott van benne. Ez igaz. Ez konkrétan tényszerűen nem igaz. Van esetleg kérdés a tegnapi választással kapcsolatban, vagy befejezhetjük? Ez volt az első kérdés a választás másnapján? Hát, azért itt is van sértett széges narcizmus. Rónai még azt se tartotta fontosnak, hogy az inkvizíció előtt gratuláljon a kimagasló eredményhez. Azzal jönni, hogy magyar hányszor szerepelt a híradóban, amikor az a sérelem, hogy nem hívták be adásba egy hónapig, hát az azért nem ugyanaz a kávéház. És tényleg vajon mire várt Egon? Hogy együtt majd átnyálazzák és kisilabizálják a piros dossziét a rendelkezésre álló 10 percben? A világ legabszurdabb riportja lett volna. De persze Pétert sem kell félteni egyből visszatámadt az ATV Fidesz közeli tulajdonlásával, a hídgyülekezetének vezetőjével, amire rónai szorult védekezésbe. Vagy beszéljünk szeretnék... az önök tulajdonossáról, aki befolyásolja a műsort. Erről német Sándorral beszél, német Sándor nem befolyásolja a műsort. Itt vannak olyan kollégák, akik életükben nem találkoztak még német Sándorral. Szerkesztő van-e ilyen... kérdés, amiért behívtak? És aztán rónai lekutya komédiázta a magyar Péter mondandóját, ami szintén nem a legszigorúbban vett BBC standard. Egy dolgot kérnék, hogy ha lehet, akkor ezt az áldatlan kutya komédiát hagyjuk abba. Hogy, üzen, -e hogy üzenget nekünk, ezt meg tudjuk beszélni? van a -e kérdés? Van, ez például egy kérdés. Viszontlátás. Legjobbakat. Német Sándor üdvözlöm, minden jobb. Átadjuk neki, köszönöm, hogy itt volt nálunk. Azért ez elég kínos. Csapdába csalták és kellemetlen szituációba tolták Magyar Pétert, amiben nyilván nem tudta megvédeni magát a mágikus dossziétól. Az ATV kutyakomédiájának két feloldása lehet. Az egyik az, hogy az ATV hazudik. Összeállítottak egy dossziényi hamis felkérést, és élőadásban próbálták megsemmisíteni a legnagyobb ellenzéki párt elnökét azzal, hogy egy hazudozó. A másik lehetőség, hogy Magyar Péter heteken keresztül úgy vádaskodott az ATV-vel szemben, hogy az nem volt igaz. Hm. Azért a Balkán megnyalná mind a kilenc újját. De talán ez nem a Kennedy gyilkosság. Vannak híváslisták, SMS-ek, e-mailek. Nem hiszem, hogy ez egy olyan rejtély, ami Sherlock holmes kíván. Derüljön ki, hogy mi történt, mert mindkét verzióból le lehet vonni nagyon fontos következtetéseket. És hát az sem volt helyes, hogy Magyar az interjú után dühében elkezdte összeírni és a Facebookon publikálni, hogy az ATV munkatársai közül kik azok, akik a hídgyüli tagjai. A kényszervallás coming out nem a legeurópai magatartás. Legalábbis a komcsikon és a nácikon kívül nem volt az utóbbi száz évben szokás. Én nem tudom, valami diligáz lehet az ATV stúdiójának a levegőjében, mert Márkiza is produkált egy nagyon hasonló elkattanást Szandi visszalépése után. De nézzük azt a történelmi érdekességet, különlegeséget, hogy a Fidesz visszatalált liberális gyökereihez. Ünnepeljük meg azt, hogy most először a Fidesz egy nyíltan meleg főpolgármester jelöltet támogat. Ez meg a klasszikus kényszer coming out -oltatás. Azzal a vitézivel szemben, aki soha nem beszélt a magánéletéről a nyilvánosságban. Hát kevés taszítóbb szerep hazugsága van a modern politikusnak, mint egyszerre játszani a demokráciáért, a nemzetért, az emberekért bármikor meghalni kész hőst, és a legszaftosabb témákat érintő bulvár influencert. Egy olyan felvilágosult politikus, mint Márkizai Péter azért a személyiségi jogokra, az emberi méltóságra lehetne egy picivel érzékenyebb, ha már le akarja váltani a nert. Egyébként én nagyon remélem, hogy Magyar Péter két év múlva legyőzi Orbánt, mert az én erősen lipsé és szocdem lelkem csak bizonyos mennyiségű jobbos macsóskodásra van hitelesítve. És hát nem szívesen próbálnám ki a magyar utáni újabb jobbos megmentőt, aki sörívó versenyre hívja ki Lázár Jánost, és a végén kicsit bebabettázva arról értekezik, hogy a vakkomondor csak egy feminista mítosz, és egyébként is kinek mennyie van, annyit is ér. De most az a szerencsés helyzet állt elő, hogy megremegett a Föld, és minden reményünk megvan arra, hogy a legközelebbi választáson már ne egy pofozógép legyen az ellenzék. Bár túlértékelni sem kell az eredményeket, mert Orbánnak is van igazsága. A mai napon két választást tartottak, mind a kettőt megnyertük. Továbbra is a Fidesz a legnagyobb párt. És ezzel a 44%-kal simán behúznák a következő választást. De két év alatt vesztettek 10%-ot. Hát hogyha ez a tendencia, akkor lehet, hogy előbb buknak, mint hogy privatizálnák az utolsó állami szülészetet. Vagy bezárnák az összes máv alatt, Vagy Düsseldorfba kényszerítenék az utolsó matek fizika szakos tanárt. És most van egy egyértelmű kihívó. A 30%-os Tisza. Aminek semmi köze úrcsányhoz. Halleluja. Egyébként a 44% békepárti Fidesz szavazat szép eredmény lenne, hogyha nem társult volna mellé egy iszonyatosan hazug kampány. Mert de ja, továbbra sem tudjuk, hogy Dajs Tamásék megválasztásával hogyan lesz béke Ukrajnában. Ha csak nem Dajs Tamás maga fog Donetskben egy fehér zászlóval a kezében szipogva rohangálni, mint egy bekokózott osztyapenkó. Aztán akkor is szép eredmény lenne a 44% hogyha nincs a gátlástalan szavazatvásárlás. Például, hogyha nem telepítenek be 800 venezuelait az első kerületbe. Nem furcsa, hogy a mindenüket hátrahagyó szerencsétleneket nem Cseppelen vagy Kőbányán jelentették be, hanem hol? Hát persze, hogy Bajer Zsolt történelmi kerületében. Aztán akkor is szép eredmény lett volna ez a Fidesz győzelem, ha a média viszonyok egy göröny nélküli futballpályára és nem a Zikfried vonalra emlékeztetnének. Meg, hogyha kiáltak volna vitázni meg ha nem Európa rekordot jelentő összeget költenek el a Facebookon és a Youtube-on. A Fidesz ugyanis több pénzt égetett el ezeken a felületeken, mint bármelyik német, francia, olasz vagy spanyol párt. És ezek nem kicsivel gazdagabb és nem kicsivel nagyobb országok, és hát nem kicsivel demokratikusabb országok. Hát lehet fölényeskedni a 44%-kal, de két év múlva mitől számíthatna akár csak ehhez hasonló eredményekre a Fidesz? Az ország gazdasága éppen most hagyja le Bulgáriát. Csak sajnos rossz irányba. A költségvetés hiánya tragikus. Megszorításokra készülnek. És az egészségügy meg az oktatás szétverése után most éppen a kultúrának mennek neki. Már meg is történt a minisztercsere. A teljesen alkalmatlan, de kackiás bajszú János lecserélték egy gyógyszerészre, ami nagyjából beárazza, hogy a színházak, a kultúrházak, az előadó művészek, a könyvtárak legfeljebb a nyugtatóban reménykedhetnek, nem a úr értelmében. És már most is egészen sok és meglepő helyen győztek ellenzéki jelöltek, például Moson-Magyaróváron, Keszthelyen, Pápán, Győrben, még olyan kitűnő fideszes polgármestereknek is ajtót mutattak a választók, mint a nyírségi kóskároly Károly, Filemon Mihály, aki tényleg feltette Nyírmárton falvát a hazai és nemzetközi turizmus térképére a Plomkorona sétánnyal. És mondhatja Orbán Viktor, hogy győztek, de a legfontosabb vállalása nem teljesült. Nem foglalta el Brüsszelt. Nem történt populista orosz barát Európában. Fideszes képviselőből kevesebb lesz, és a SZOZDEM, a Néppárti, a Zöld és a liberális pártok a szélső jobb és a szélső bal nélkül is kényelmes többségben vannak az Európai Parlamentben. Hogyha az elkövetkező öt évben a miniszterelnök tényleg el akarja foglalni Brüsszelt, uh -huh, akkor csatlakoznia kell az orosz inváziós haderőhöz, máshogy nem fog menni. Hát az ország szeme most az ellenzéken, elsősorban a Tiszán, Kevés olyan állásinterjú volt eddig az országban, ahol havi 3 milliós közhivatalt úgy kaptak random arcok, hogy még egy normális interjút sem adtak. Úgy vették fel őket az ellenzéki szavazók arra, hogy képviseljék az országot Európában 5 éven át, hogy annyit tudunk róluk, hogy szeretik Magyar Pétert, aki meg szereti a sneakert, a fehér inget, a családját, a diktafonját és a hazáját. A Tisza mellett a másik nagy kérdőjel Gyurcsány, aki egy ilyen brutális vereség után talán nem azzal járt el a leghelyesebben, hogy szegény Dobrev Klárától elvette az árnyékminiszterelnökséget, és hát feloszlatta az árnyék kormányt. Tiszta Orbán a csávú. Nőkön veri le a kudarcát. Magának nem teszi fel a kérdést, hogy biztos ő az alkalmas a magyar baloldal megszervezésére? Biztos nem lehetne 25 év után otthagyni a politikát, és Klárával elutazni valami szép helyre? Egyébként is Feria halálos ítéletét már aláírta, összefogott a párbeszéddel, ott van a hajón karácsony, az LMP, az MSP, a P és az álmos könyvek szerint ez már amúgy is a politikai vég.